Péntekkora délelőtt egy műanyag palackokat szállító kamion gyulladt ki a 26-os számú főúton a Sajóbábonyi elágazásnál. A rendőrök az adott útszakaszt a műszaki mentés idejére lezárták. A műanyag palackokat szállító szlovák kamion eddig tisztázatlan körülmények miatt gyulladt ki. A balesetben személyi sérülés nem történt. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a 26-os számú főút balesettel terhelt szakaszát a rendőrök teljes szélességében lezárták, a forgalmat Sajóvámos, Boldva, Sajóecsek felé terelték. A lezárt útszakaszt még a délelőtt folyamán feloldották.